Folytatom a skin bemutató sorozatomat, elérkeztünk a negyedik sor első skinjéig, ez itt a Subject 299. Sziasztok, én Peti vagyok és üdvözlök itt mindenkit egy vadonatúj Crash 4 videóban. Ha te is vártad már a következő skin bemutatót, akkor egy lájkot dobhatsz és mindennapi platformer játék videókért feliratkozhat. Nézzük meg közelebbről ezt a skint, habár elég egyértelműen látszik, hogy milyen inspirációja volt itt a készítőknek. Ahogy ránézünk, ez itt bizony egy denevér, ahogy látszik a színezete, a füle, az orra, illetve a hónaljánál akar lenni épp egy kis szárny, a hátán a szőrzet, a körmök, a lábán és a kezén is. Ez itt egy denevér. Neve érdekes még, hogy ez a 299-es alany, ez ugyanis talán egy kicsi utalás. Flashback tépeknél van ez még, hogy Subject 218, illetve van még a 272, illetve Coco-nál nem szám van, hanem Subject Paramelis Coco, tehát ott már egyből nevet adott neki, mert Crash-nél volt úgy, hogy a flashback tépek utolsó pályája volt az, hogy megkapta a nevét. De akkor ez lehet, hogy a 299-es alany egy ilyen denevéres ötvözet, illetve egy generálist akart magának Cortex, szóval elgondolkodtató, szerezzük ezt meg. A legutolsó pálya ez, a legutolsó ilyen platformeres, ugyanis még a boss az ott van, na de itt van nekünk ez a denevér, hát volt nekünk olyan ellenfelünk már a játékon belül, de hát legyőzhettük már, hogyha felveszünk egy maszkot, akkor visszaváltozik az eredeti alakjára. Elvileg a legnehezebb pálya lehet addig, amíg meg nem tanuljuk, hogy hogy vannak itt a bizonyos akadályok, és utána rájövünk, hogy talán inkább a Toxic Tunnels az nehezebb lehet. Mert itt igazából az a nehéz, hogy rájöjjünk, hogy hogyan kell az akadályokat legyőzni, illetve hogy a dobozok merre vannak, talán egy van jobban elrejtve. Ide fent ez például kicsit csalóka azért, mert igazából ezt nem muszáj megszerezni, ezt az aranymumpát, mert a nitrók majd felrobbantják, tehát nem is muszáj oda feljutni. De hogyha szeretnénk gyűjteni több vumpát, hogy hamarabb meglegyen a vumpás drágakő, akkor meg lehet tenni. Na de menjünk tovább és váltogassuk Lani Lolival a megfelelő időpontban, megfelelő helyszínen a dobozokat, és úgy haladjunk tovább. Ide fent volt még egy, itt átváltunk első checkpoint, utána következő maszkkal kell, hogy haladjunk, itt az első ellenfelünk, leütjük, aztán újabb akadály, odafent azért elég egyértelműen látszik a csillárnál, hogy ott van egy doboz, úgyhogy azt nekünk össze kell törni, aztán itt a nitró felett van még nekünk doboz, azt is összetörjük, itt a tüzes, ide nem fontos a pengéket használni, hogy feljussunk, elég csúszni és duplán ugrani, és akkor ide fel tudunk jönni, itt akkor indulnak az ellenfelek, de elpörögjük őket, és annyit arról. Itt azért már kell használni a pengét, úgy szoktam, hogy amikor ide a baloldali falhoz ér, akkor leállítom, odaért, és akkor így rá tudok ugorni, onnan pedig folytatom az ugrásomat, itt ezeket lehasalom, és már is mehetünk a bónuszra. Bónusznál újra lehet akkor egy maszkot használni, látszik, hogy itt mi a helyzet, könnyítésképpen az elsőnél csak ugorjunk rá. Egyébként egy lassításból is végig lehet úgy ugrálgatni, de én azt mondom, hogy menjünk a biztonságosra, ezt pedig így lehet megtenni, odafent az a szép nagy, innen kicsúszok, nehogy felrobbantson, aztán fel a lenti nitrókról, az robbantja a TNT-ket, a továbbiakban ide ugrok be, itt pedig hát ezeket most így felrobbantjuk úgy. Nézem azt a lövést, amikor a lövés elhangzott meg, hát beérkezett, akkor megyek tovább, ugrok így. Itt kell nekem akkor azt a felkiáltó jeleset, azt mondja, meg érdemes még az ottani lenti dobozt is, mármint a nitrót is felrobbantani, illetve ott, amik itt vannak lent, ezeket is összetörni, azért ez még érdemes megtenni. Várjál, azt felrobbantottuk, azt úgy szerettem volna, várjál csak, most indul lefelé a doboz, így ráugorhatok, és itt középről kell hasalni egyet, meg volt. Itt megint lehet egy olyat csinálni, hogy innen visszaugrok, mert ott van egy deszka, és akkor arról biztonságosabb, de megint csak azt mondom, hogy végig lehet ezt tolni egyről is, ott végig pattanózok, és 39
per 39. Következő pengéknél a középső sort kell figyelni, hogy az úgy legyen, hogy rá tudjunk ugorni, mert ezzel a csúszva ugrással meg lehet tenni. Akano a következő maszkunk, akit ki lehet használni. Lökjük le ezt a lovagot, aztán pedig itt rajta tartva a kereszt gombot már is mehetünk tovább. Úgy gondolom az nem túl nehéz. Innen csúszva is lehet menni, az is jó dolog, de a lovagot azért lökjük le. Oké, megtartom azt a dobozt, innen nagy pattanással tovább, megint tovább csekkom, és jövök vissza, ugyanis itt még vannak nekem dobozok, amiket össze kell törni, és miután összetörtem mindet, dupla ugrással vissza, Ika következik. Itt ezeket összetörjük, de fent akkor összetöröm még ezeket a dobozokat, úgy, hogy szépen meglegyenek, és akkor mehetünk is, innen nem muszáj nagyon várakozni, váltok, és itt is vagyok, aztán megint váltok, meg is érkeztem, habár nem megfelelően váltottam, mert így elveszítettem azt a maszkot, viszont nincs nagy gond belőle. Egyébként meg lehet várni azt a platformot is, hogyha szeretnénk. Itt van a következő pengés kihívás. Itt ez félelmetesnek tűnhet először, igazából csak türelemjáték. Amikor jön a penge, fogjuk magunkat és legugolunk. Ennyi az egész. Itt van az átugrás, amit így lehet megtenni, az olyan csúszóssal, vagy pedig így át lehet váltani, csak akkor megint türelemmel megvárni a guggolást. Itt van egy várakozás. Itt találkozik a két pálya, a Seeing Double az a párja, és akkor mehetünk a denevérünkkel tovább. Itt van 2-2 doboz odafent a TNT fölött. Hogyha nem sikerül nekünk megszerezni, akkor sincs ilyen gond belőle, hiszen anélkül is meg lehet szerezni az ottani dobozokat. Checkpoint, és Lani Lolival kezdődhet a kihívás. Erre a lézernek a szélére rá lehet állni, viszont figyelni kell akkor, hogy hogyan ugrunk tovább. Itt váltok, aztán a másik szélére is rá lehet állni. Erre Akánót elveszem, ugrok, lassítok, és aztán megvan a dobozom. Ika-ikával váltok és dupla ugrást használom ki, tehát a második ugrást. Akánóval rá a TNT-re tovább, ugrás, lassítom az időt kupunával. Váltok Ika-ikával, Lani-Lolival váltok. Akánót megkérem, hogy itt egy pillanatra álljunk meg, és hadd jöjjek ide föl, innen pedig én tovább fogok felugorni erre a TNT-re, és utána pedig elérem a dobozt, illetve a rejtett drága követ, megvan a checkpoint, ez az utolsó, jöhet a befejezés. A befejezés pedig következőképpen zajlik, itt ezt átugorjuk, megyünk tovább, a Kano-val nem is fontos nagyon foglalkozni, hanem inkább azzal, hogy beindítsuk azokat a TNT-ket, itt lehajolva előre lehet mászni és elkérni kupunavát, kivárjuk a megfelelő pillanatot, és utána tovább haladva használjuk a megjelenő maszkokat, úgy, ahogy ezt a játék számunkra biztosítja, és befejeztük így. Tökéletes teljesítés. Hát így megvolt 6 darab drágakő, viszont van még nekünk további 6 az invertált módban, megyünk oda. Így néz ki az invertált mód, és a karakterünk, illetve a skinünk ilyen a 8 bites változatba. Megyünk és megszerezzük azt a rejtett drágakövet, ami változott. Az összes többi dolog az ugyanaz, mármint egy invertált a pálya, ez igaz, de a dobozok elhelyezése és a rejtései azok ugyanazok, tehát azzal nekünk nem kell úgy konkrétan foglalkozni, hogy most akkor hol vannak a dobozok, mert ugyanott vannak elrejtve, viszont a rejtett drágakő az nem ugyanott van. Mutatom. Eljutunk ide a checkpointig, ahol Akánót tudjuk felvenni első alkalommal ezen a pályán, és itt fölöttünk van igazából a drágakő, csak hát nagyon nehéz ezt észrevenni, de onnan, hogyha én felugrok ide, innen pedig csúszok, és egy ilyen felmagasugrást teszek Akánóval, tehát ahogy
csúszok és ugrok, egyszerre aktiválom még Akano pörgős képességét is, azzal el lehet ott érni azt a fenti rejtett drágakövet, és így megszerezni mind a 12-t, ami szükséges a Subject 299 skin feloldásához. Nincsen túl sok skin hátra, úgyhogy már elég bőséges ez a lejátszás lista, amiben az eddigieket bemutattam, de még ott van még ez a két sor. Haladok, ahogy tudok, találkozunk legközelebb.